A Dilini Kulturális Központ és a karcagi iskolák vezetői a múlt héten csütörtökön írták alá az intézmények közötti megállapodást. Egy újabb fordulópontjához érkezett a támópályázatunk, ugye, amelyet tavaly ősszel indítottunk el a városban, és amely elég sokrétű feladatot ölel föl az ifjúság körében, pontosabban a 12-29 éves korosztály körében. Ugye maga a pályázat neve érted és a közösségért karcagi fiatalok társadalmi integrációját segítő programok, tehát ennek jegyében a különböző városban tevékenykedő szervezetekkel, oktatási intézményekkel szeretnénk nem kialakítani, hiszen azt gondolom, hogy folyamatban van, volt eddig is, és bízom benne, hogy a jövőben is lesz az a kapcsolat, amely működőképes a különböző rendezvények, együttműködések kapcsán. Ezeket szeretnénk inkább a pályázatnak megfelelően papír alapon is rögzíteni, és ez irányba folytatni tovább a munkánkat. Én azt gondolom, hogy magában a pályázatban is olyan feladatok, olyan lehetőségek vannak, amelyeket nem csak nekünk, mint intézménynek, mint nyertes pályázónak kell kihasználni, hanem azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, ifjúsággal foglalkozó különböző alapítványoknak is, akikkel közösen tudjuk ezeket a programokat végrehajtani. Az Ugrópont ifjúsági információs és tanácsadó irodában megélénkült az élet, szolgáltatásaik egyre népszerűbbek. Az Ugrópont ifjúsági információs iroda szerencsére nagyon jól működik, egyre népszerűbb a korosztály körében. A különböző képzések, pályaorientációs, pszichológiai, munkavállalási tanácsadások, hál' Istennek, behozták a hozzáfűzött reményeket, nagyon sokan fordulnak az ott működő szakemberekhez. Nagyon népszerű az internetes lehetőség, a sajtó sarok, és azt gondolom, hogy egy újabb fordulópontjához érkezett maga az ifjúsági iroda is, hiszen a napokban kerül megkötésre az a szerződés, amely alapján a nyár elején megépítésre kerül ugye a sokak által várt és beharangozott szabadtéri kondicionáló parknak az építése. Reményeink szerint még a június hónapban átadásra is kerül majd ez az újabb lehetőség, amely nem csak az ifjúságnak, hanem azt gondolom, hogy az egész városnak egy újabb sportolási szabadidő eltöltési, kikapcsolódási lehetőséget fog biztosítani. Rövidesen indulnak a nyári sportprogramok. A TÁMO pályázatban 24 órás labdarúgó torna kerül majd megrendezésre, nem pontosan májusban, hanem egy kicsit egy nappal később, ugyan, tehát június 1 és június 2 lesz az a nap, tehát szombat-vasárnap, június 1-én, 2-án, amikor a 24 órás labdarúgó tornát kívánjuk megszervezni, a napokban ennek a felhívása is meg fog jelenni a sajtóban. Plósz Csilla igazgatónő az Erkel Ferenc Művészeti Iskola képviseletében írta alá az okmányt. Az iskola tanárai és tanulói nézőként és szereplőként is gyakori látogatói az intézménynek. Ez a pályázat, illetve együttműködési megállapodás, ami most aláírásra kerül, ez a karcagi fiatalok integrációját segíti elő, és ugye, mint művészeti iskola, a mi intézményünkben igen széles korosztályt ölel fel a fiatalok, akik oda járnak, tehát egészen az óvodáskortól a fiatal felnőtt korig. Úgy gondoljuk, hogy ezekben a programokban, amit ez a pályázat nyújt, a mi növendékeink is részt tudnak venni, vagy mint résztvevő, vagy úgy résztvevő, hogy szereplési lehetőséggel, és itt az együttműködési megállapodáson belül van egy ilyen pont is, hogy az intézményünkben járó fiatalok zenei produkciókkal részt vesznek a pályázat programjainak a megvalósításában, színesítik az ott megrendezésre kerülő programokat. A művészeti iskolát többek között sok-sok tanulmányi versennyel lepte meg az idei tavasz. Versenyt követ, túl vagyunk már két versenyen, megyei fafúvós versenyen, illetve megyei kamarazenei versenyen, és hagyományokhoz híven minden növendékünk díjjal tért haza, első, második, harmadik helyezéssel, illetve külön díjakkal. Most hétvégén került megrendezésre a megyei részfúvós verseny Tiszafüreden, ott is két első díjjal tértek haza a növendékeink. Május 10-én lesz egy nagyszabású megyei hangverseny Szolnokon,
van a Városházán, ezen 5 növendék képviseli az iskolánkat, illetve Kisvárdán kerül megrendezésre a Gordonka verseny, ahol szintén 5 fő fogja majd képviselni iskolánkat, és bízom benne, hogy onnan is szép eredményekkel fognak hazatérni. Aztán pedig következik a vizsgák, az évvégi meghallgatásoknak az ideje, valamint a beiskolázó hangszer bemutatók, amelyeket minden évben az általános iskolákkal, illetve óvodákkal együttműködve szoktuk megrendezni. Nagy Józsefné, a Szent Pál Marista általános iskola igazgatója szerint a projekt programjait nagyon jól tudják hasznosítani az iskolában. Amikor láttuk a pályázat címét, mi szerint is a ifjúság társadalmi integrációját kívánják elősegíteni, rögtön gondoltuk, hogy természetesen csatlakozunk ehhez a kezdeményezéshez. Igaz, hogy a 12-től 29 éves korosztályig pályázzák, vagy számítanak a gyerekekre, de felső tagozatosok lévén nyilván részt fogunk venni a programokban. Szándékunk van a pályaorientációs tevékenységet segíteni, pályaválasztást, a középiskolák bőrzéjén biztos itt leszünk, illetve jogi tanácsadás, egyéb sport és fiataloknak szóló rendezvényeken részt fogunk venni, illetve tetszik a gyerekeknek a Városi Leendő Diák Önkormányzat megalakítása is, amiben biztosan tevékenyen részt kíván venni majd az iskola tanuló ifjúsága. Földváréné és Simon Ilona, a református általános iskola igazgatója szerint a megállapodás tovább mélyíti a két intézmény közötti régi kapcsolatot. Én azt gondolom, hogy nagyon jó és nagyon hasznos. Eddig is a Dériné Művelődési Központtal nagyon szoros volt az iskolának a kapcsolata. Rengeteg programon vettünk részt, és én úgy gondolom, hogy ezzel az aláírással a projekt megvalósítása során még több programokon fogunk tudni részt venni. Már úgy értem, hogy a fiatalok, a diákjaink, és ez nagyon hasznos lesz a szabadidő eltöltése miatt is, tehát egy kulturált helyen vesznek részt a gyerekek, nagyon gazdag, tartalmas programokon, és én azt gondolom, hogy ennek mindenféleképpen örülhetünk, és köszönjük ezt a lehetőséget.